szépen a megtisztelő felkérést. Én is nagyon sajnálom, hogy ez ilyen szomorú alkalomból adódik. Én, mint történész, aki egyébként rendszeresen foglalkozom azért aktuális ügyekkel is, már ami a közép-kelet-európai régiót érinti, mégis úgy döntöttem, hogy valamennyire egy nagy képet próbálok arról adni, hogy a mindenkori orosz állam hogyan próbálta hatalmát, befolyását kiterjeszteni erre a tágan értelmezett kelet-közép-európai régióra. És ezért igazából el is láttam aztán egy alcímmel ezt az előadást, annak érdekében, hogy egyértelműbbé tegyem, hogy miről is van szó. Tehát avagy Oroszország harca a kijevi rusz örökségért. A befolyásszerzésnek különböző típusai vannak, ezt ma a nemzetközi szakirodalom leginkább Joseph Nye alapján szokta meghatározni. Ugye egy amerikai professzorról van szó, aki 90-es években több könyvében megpróbálta a különböző befolyásszerzéseket rendszerezni viselkedésformák, közvetítők és kormányzati politikák, mint eszközök alapján is. Ugye három nagy formája van a befolyásszerzésnek, klasszikusan a katonai hatalom kiterjesztése, aztán a gazdasági hatalom kiterjesztése, és újabban, főleg mondjuk ugye 70-es, 80-as évektől kezdve, de Amerika érintve elsősorban a 90-es évektől, a puha hatalom, ugye a soft power, ami a másik kettővel ellentétben elsősorban egy államnak a saját magáról kialakított pozitív kép, a vonzerő adja azt a befolyásolási képességet, amellyel más népekben nyitottságot ér el. Tehát az értékek, a kultúra, a politikák és az intézmények az elsődleges közvetítők, és hát a kormányzati politikának egy határmesdjéje az eszköztár, tehát ez a nyilvános diplomácia, a bi- és multilaterális diplomácia, amiben egyébként az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb befolyást szerez a kulturális diplomácia, és az egyéb, ennek az egyéb ágai, amelyben már szinte nincs is kormányzati politika, hanem szintén alulról jövő kezdeményezések támogatásával építi ki a puha hatalmát egy állam. Ezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert ma már a nyugat-európai államok, Németország vagy Franciaország, hogy csak az EU vezető tagállamait nevezzem, de hát Skandináviára abszolút igaz, lényegében a puha hatalomra helyezik a külpolitikájuk hangsúlyát. A német külpolitikai doktrinában 70-es évek óta a puha hatalom a külpolitika harmadik ága, és hát évről évre növelik azt a büdzsét, amelyet erre fordítanak. Tehát kezdenek lemondani az európai hatalmak arról, hogy katonai eszközökkel érvényesítsék befolyásukat, és egyre inkább a gazdasági és azon túl is a puha hatalom felé megy. Ezzel szemben Oroszország egy egész más világot képvisel, és itt a régióról szeretnék néhány szót szólni nagyon röviden. Ugye volt egy kijevi rusz nevű államalakulat 882-től, amelynek a végdátumát 1240-re teszik a történészek, 1240-41 a mongol hódításig. Ez egy dinasztikus alapon egymáshoz lazán kapcsolódó részfejedelmségekből álló államalakulat volt, tehát egy decentralizált államszervezet, amelyben a kijevi részfejedelem birtokolta hosszú időn keresztül a főfejedelmi címet. Ez 1240-re már azért jelentősen megváltozott, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy laza államszövetség volt, amely egyébként nagyon szoros dinasztikus kapcsolatokat ápolt a tőle nyugatra elfekvő államalakulatokkal, a lengyel fejedelemséggel, a magyar királysággal, a cseh koronával, és egyébként Franciaországgal, Nagy-Britániával és más országokkal is. Ezt az államalakulatot három nagy központra lehet osztani, és ez már szerepet játszik abban a geopolitikai küzdelemben is, amit manapság láthatunk. Ugye a magterület, ez a sárgával
jelölt rész. Ez lényegében a mai Ukrajna, észak-nyugati része és a mai Belarus teljes területét fedi le. Az északi pirossal jelölt rész, ez ugye Novgorod, Nagy-Novgorod vagy Novgorodi köztársaság, és ami feketével van jelölve, ez lényegében az a terület, amely aztán Moszkva központtal egy új fejedelmséget, majd nagy fejedelmséget, illetve egy cári rendszert épít ki. Miután a tatárok, mongolok hódítása következtében ez a decentralizált államalakulat lényegében összeomlik. A keleti szláv állam központja a moszkvai fejedelemségbe helyeződik át. A moszkvai terjeszkedés lényegében a kezdetektől megvan, tehát a 13. század második felétől, 14. század elejétől, ezt ugye orosz földek összegyűjtése néven vonult be a historiográfiába, ez lényegében harmadik Iván nagyfejedelemtől származható, tehát ennek a perifériára került központnak célja, hogy összegyűjtse az egykori kijevi Rusz területét, tehát a keleti szláv területeket. Ehhez aztán IV. Iván alatt ideológiát is gyártanak, ez a harmadik Róma elmélet, miután Bizánc elesik az oszmán hódítás következtében, és a keleti pravoszláv egyház központja Moszkvába kerül, egy ideológiát gyártanak hozzá, miszerint Moszkva a harmadik Róma, kettő elesett, negyedik nem lesz, és ez lényegében egy Istentől eredeztetett cárral, mint egyházfő és egyéb ideológiai elemekkel bővítik. A lényege az, hogy Bizáncon keresztül Róma örököse Moszkva, ezt egyébként genealógiailag is visszavezetik, természetesen ez egy fikció az egész, hogy IV. Iván Augustus császár egy nem létező bátyjától eredeztethető. A lényeg az, hogy ez a harmadik Róma elmélet alapot ad arra, hogy Moszkva kiterjessze a hatalmát a pravoszláv egyház, egyébként mint az egyetlen igaz hit képviselője természetesen. Az első eredmény ennek a terjeszkedésnek Nagy-Novgorod elpusztítása, aminek egyébként politikai jelentősége is van, hiszen a novgorodi köztársaság egy középkori értelembe vett demokrácián alapuló rend volt, ahol a fejedelemnek nem volt túlságosan nagy szerepe, kizárólag a hadba vonulás esetén játszott szerepet, mint hadvezér. Egyébként ugye novgorodi városi polgárok vecse demokráciáján alapult, a közvetlen demokrácián alapult az irányítás. Miközben ez a feketével jelölt központ, Moszkva központ, ez a tatár politikai kultúrát ötvözte bele ebbe a harmadik Róma elméletbe. Tehát Novgorodot el kellett pusztítani, viszont egy óriási akadály merült fel, ez a nagy sárga körre jelölt terület, amelyet hát mielőtt a nagy moszkvai nagyfejedelemség megerősödött volna, a régió legerősebb hadseregével rendelkező litvány nagyfejedelemség hódította meg. Ezt a kört, ez egy másik térkép, de ugyanígy rátettem ezt a karikát, ami az előbb volt. Tehát látszik, hogy a kijevi Rusz magterületeit néhány évtized alatt a pogány litvány nagyfejedelemség meghódította. Ráadásul 1386-ban, miután a Lengyel királyságban a Piaszt uralkodók kihaltak, egy personál unió jött létre, és így a litván jagellók ültek a lengyel trónra, és lényegében egyesült a két állam. Ez egy geopolitikai, hogy mondjam, szükségszerűség is volt, hiszen egy politikai vákum keletkezett a kijevi Rusz romján, tehát teljesen érthető, hogy az első, aki először odaér, az elfoglalja, betöltötte ezt az űrt. Mire a moszkvai nagyfejedelemség eljutott addig, hogy Novgorodot elpusztította, IV. Iván cárrá koronázta magát, addigra lényegében ez a terület egy másik állam alakulatá. Alakulaté lett, és ez azt jelentette, hogy IV. Ivántól kezdve hiába akarták ezt a területet meghódítani, az orosz cárok nem tudták, hiszen nála egy jóval nagyobb kiterjedésű, modernebb,
jelentősebb hadsereggel bíró államalakulat át. Ezért tőle északra és délkeleti vagy délnyugati irányban próbáltak terjeszkedni a cárok. Természetesen a tengerhez való kijutás volt az alapvető céljuk, hiszen látjuk, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy a moszkvai nagyfejedelemség tényleg az európai civilizáció legszélsőbb körgyűrűjén, a legszélsőbb perifériáján jött létre, és az akkori világban Ázsia még nem játszott olyan szerepet, ráadásul az aranyhorda még létezett ettől keletre. Tehát nyilvánvalóan az akkori világkereskedelem az a Balti-tengeren, illetve a Fekete-tengeren keresztül volt elérhető. A szemben álló felek, akkor lássuk, hogy miért nem sikerült ez a terület meghódítása. A lengyel-litván állam lényegében 409 éven keresztül létezett. Csúcskiterjedése, amikor a Dnyeperen túl is elért ez a keleti határuk, közel 1 millió négyzetkilométert tett ki, Európa legnagyobb országa volt. Miközben a moszkvai nagyfejedelemség területe 430 ezer négyzetkilométerről indult, akkor már Novgorodot meghódították, és terjeszkedni ugyan szeretett volna, de csak keletre tudott az Urál irányába, ahol egyébként egy gyérel lakott és főképpen finugorok által lakott terület állt rendelkezésükre. Az óriási különbség, és ez is az orosz ideológiának egy fájdalmas pontja, hogy a Jagelló birodalom az egy lényegében egy szláv birodalom volt, leszámítva a litvánokat, de a litvánok ebbe kisebbséget képeztek. Lengyelek, ukránok, beloruszok lakta területről van szó, amelyben egyébként az óbelorusz hivatali állami nyelvként is működött. Ez egyébként az óukrántól nagyon nehezen elkülöníthető, tehát azt is lehet mondani, hogy óukrán, óbelorusz volt a hivatalos nyelv. Miközben a tőle keletre lévő moszkvai fejedelemség egy sok nemzetiségű birodalom, amelyben a szláv lakosság természetszerűen kisebbségben van. Egyébként a Lomonoszov Egyetemen nagyon komoly DNS kutatásokat végeztek a 2000-es években, és hát arra a megállapításra jutottak, ez egyébként elérhető az interneten is, hogy a mai orosz lakosságban a finugor DNS, mai orosz lakosság 85%-ában a finugor DNS megtalálható, tehát igazából ez egy etnikailag nem egy tiszta szláv társadalom. És hát politikailag is óriási volt a különbség, és ez fontos, ha a soft power-re gondolunk. Míg keleten egy önkényuralmi rendszer jött létre a nemesség teljes hiányával, addig ez a Jagelló birodalom egy választott királyságon alapuló nemesi demokrácia volt, amelyben a központi hatalom hát nem rendelkezett sem önálló hadsereggel, sőt későbbiekben adókivetés jogával sem, és minden olyan törvényt meg kellett szavaztatni a nemesekkel, a szejmel, amely lényegében a királysági intézményének a gyakorlását lehetővé tette. Na és itt jön el a lényeg, ha katonailag nem képes meghódítani ezt a birodalmat Oroszország, akkor hogyan lehet? És itt rengeteg áthallást lehet hallani a 20. századra, és most már azt hiszem a 21. is. Többfajta eszköz van. Hát a legegyszerűbb, ami lényegében majdnem, hogy ölébe hullott a cári hatalomnak, kihasználni természetesen az ellenség belső társadalmi feszültségeit. Ez az 1600-as évek közepén ugye a kozákok mozgalmában manifesztálódott. Ugye Bogdan Khmelnyicki vezetésével egy kozák és paraszt felkelés robbant ki a lengyel főurak elnyomása ellen. Majd a kozákok átmeneti győzelme után mégiscsak a lengyel főurak nyertek. Ennek következménye, hogy 1654-ben a kozákok felajánlották az általuk birtokolt területet a cárnak, amely természetesen ezt köszönte szépen, hiszen katonai beavatkozás nélkül hát a Dnyeper folyó jobb és bal partjáról van szó, tehát a mai Közép-Ukrajna, tehát nem a Kelet-Ukrajna, ez abszolút a mai Ukrajna közepe. Ez természetesen nem ment ilyen egyszerűen, hiszen a lengyel-litván hadsereg megpróbálta érvényesíteni a hatalmát a keleti országrészben, ami ugye oda vezetett aztán 1667-ben, hogy megosztották a Dnyeper mentén ezt a kozák területet, és a balparti része, a keleti része a cári birodalomhoz
kerül. Tehát a belső társadalmi feszültségek kihasználása területszerzéshez vezetett. Aztán itt van ez a nemesi demokrácia, amely lehetőséget ad arra, hogy beavatkozzon az ellenség belpolitikájába a cárizmus. Tehát a liberum veto, ugye ezt nem mondtam, de biztos sokan tudják, hogy a liberum veto azt jelentette, hogy egy nemes megvétózhatott egy szejm ülését, és ha kimondta a vétót, akkor azon a szejm ülésszakon a korábban elfogadott határozatok is semmissé váltak. Ez ugye a 17. 18. főleg a 18. században már odáig vezetett, hogy lényegében elég volt megvásárolni egy-egy szegényebb nemest, aki ugye nemesi jogán részt vett az országgyűlésen, és olyan döntést hozni, amely az orosz birodalom érdekében áll. Az 1717-es néma szejm azért érdemes kiemelni, hiszen ez volt az első olyan, amikor a központi hatalmat erősíteni szándékozó király és a nemese között komoly konfliktusra került sor, de Nagy Péter orosz cár katonai hadsereg, az északi háború, rengeteg orosz sereg mozog a lengyel állam területén, felvonul a szejm mellé, és ő megvédelmezi a nemesi demokráciát a királlyal szemben, azért néma, mert hát a fegyvereket látva egyetlen ellenvetés sem hangzott el. Aztán klasszikus a trónért folyó harcba való beavatkozás, ugye a szabad királyválasztás intézménye lehetőséget adott. Lényegében az 1700-as évektől kezdve, sőt már az 1600-as évek végétől nem került uralkodó a lengyel-litván trónra, anélkül, hogy az orosz állam, illetve a megerősödő porosz királyság ne avatkozott volna bele, és ne az került volna a lengyel trónra, akit ez a két szomszédos hatalom szeretett volna. És hát akkor itt át is tényleg a negyedik lépésre, összefogni a nyugati szomszéddal, az ellenség ellen. Biztos sokan hallottak már a Molotov-Ribbentrop paktumról, nem kell ezt annyira itt ecsetelni. Van ennek sok számos elődje, az első 1720-ban köttetett, amikor a porosz király és az orosz cár paktumot kötött, amely tartalmazta, hogy igazából minden számukra nem kívánatos lengyel-litván reformot meg fognak akadályozni. És így is tettek a jövőben. Miután közös erővel meggyengítették ezt a lengyel-litván államot, eljött a pillanat arra, hogy katonailag megszállják. Ennek természetesen kiváltó oka az volt, hogy minden külső behatás ellenére a lengyel-litván nemesség kezdte felismerni azt az érdekét, hogy az állam szuverenitása és integritása attól függ, hogy kiegyeznek-e a királlyal és tesznek-e engedményt a modern állam már alakulás irányába. Természetesen ezek a belső reformok nem álltak érdekében az orosz cárnak. Azt hiszem, ha a mai Ukrajnára gondolunk, és talán itt lehet ennyi kitérőt tenni ebből az alkalomból, akkor nagyjából az elmúlt 30 évben mind az öt lépést megtaláljuk az ukrán-orosz kapcsolatokban. És hát a katonai beavatkozás, ugye 1771 az utolsó olyan év, amikor még katonailag állt a lengyel-litván, vagy a lengyel-litván állam területi integritása megvan. Itt már látszik azért keleten, hogy a kozák felkelést követően elveszítette Kijevet, illetve a Dnyeper vidékét. 72-ben az orosz birodalom az első megcsonkítással nyugatabbra tolta ki határt. Ez a sárga kör, ez még mindig a kijevi rusz magterületét jelenti. 1793-ban még tovább tolták a keleti határokat. Ugye itt ennek az volt az elsőleges oka, hogy 91-ben a lengyel szejm elfogadott egy alkotmányt, a világ második polgári alkotmányát, amely jelentősen megreformálta volna a lengyel-litván állam berendezkedését, eltörötte volna a szabad királyválasztás, a liberum vetót, stb. Innen ered azt, hogy végül úgy döntöttek, hogy fel kell számolni ezt az államot. És a harmadik felosztás az 1795, a Kosciuszko-féle nemzeti felkelés után lényegében eredményezi azt, hogy a kijevi ruszt 1795-re sikerült elfoglalni az orosz államnak, a Moszkva központ orosz államnak. Ezt még egy kicsit a 19. században ki tudták bővíteni. És hát a konklúzió, hogy mi folyik ma. Az orosz
Lehetne az orosz birodalom tündöklését és bukását is adni ennek, ahogy adtam is, nem túl eredeti, számos könyv visel ilyen címet. Az orosz birodalom a 19. századra, hogy az előző térképpel láttuk, elérte története legnagyobb területi kiterjedését, tehát kontinentális nagyhatalommá vált. Ennek legeklantásabb példája, amikor a Habsburgok felkérik az 1849-es magyar szabadságharc leverésére őket. Katonailag a krími háborút lehet kiemelni, amikor a nyugat-európai hatalmak, Anglia és Franciaország már úgy látja, hogy Oroszország veszélyezteti a kontinentális hatalmak befolyását, ezért a krími háború lényegében arról szól, hogy legalább a Balkánról és a Fekete-tengerről visszaszorítsák Oroszországot. Ez egyébként sikerül is a katonai sikereknek köszönhetően. De ez még nem jelentette az orosz birodalom összeomlását természetesen. Két összeomlás jön aztán a történelemben, függetlenül attól, hogy egyébként aztán az Antant, francia-angol Antant hatalmak bevonják az első világháborúba az oldalukon Oroszországot, vesztesként fejezi be a háborút, össze is omlik a cári rendszer, ami azzal jár, most mi szempontunkból fontos következménnyel, hogy a kijevi Rusz központi területeit átmenetileg elveszti. Tehát lényegében vissza kell létrejönni Lengyelország és a Nyugat-Ukrajna és Nyugat-Belarusz, ugye a lengyel köztársasághoz kerül. 45-ben a Szovjetunió visszaszerzi ugye a Bug folyóig ezt a területet. Viszont a 91-es összeomlás még katasztrofálisabb, hiszen nem csak a kijevi Ruszt veszíti el az orosz birodalom, hanem lényegében a kozák felkelés előtti határok, nyugati határok mögé húzódik vissza. Az 1654-es kozák területi felajánlás előtti állapotba jut vissza. Itt mutatom, hogy ugye ez egy mai Google Map, ami látszik, hogy a kijevi Rusznak ez az említett magterülete hol van, és ez a piros, ahol jelenleg folynak a harcok, ugye a Donbass és az Azovi-tenger északi partvidéke. Tehát látszik, hogy jelen pillanatban ott tartunk az orosz birodalom újjáépítése projektben, hogy az 1654-es és az azt követő Nagy Katalini kiterjeszkedést próbálja visszaszerezni a jelenlegi orosz államvezetés katonai úton. Mindezt teszi úgy, hogy semmit nem fordított sem az elmúlt 30 évben, sem az előtte évszázadokban arra, hogy vonzóvá tegye az orosz projektet, tehát nem véletlen az, tehát a soft power-re az oroszok természetesen semmiféle energiát nem fektetnek. A propagandára igen, de azt nem soroljuk a soft power alá. Tehát nem teszi vonzóvá a területet, hanem lényegében a középkori, koraújkori eszközökkel, katonai erővel próbálja visszaszerezni a területet. És hogy miért nem lesz üdv, ha esetleg így húzódnak meg majd a határok? Azért nem lesz üdv, hiszen egyrészt lehet rá számítani a korábbi forgatókönyvek alapján, hogy ugye ez csak az első lépés, abba az irányba, hogy az itt sárga körrel jelölt területet visszaszerezze az orosz állam. Ebből egy részét vissza is szerezte természetesen, hiszen Fehér Oroszországot még a háború előtt rejtve lényegében megszállták, tehát Ukrajna maradt, Ukrajna magterülete maradt az egyetlen, amire Oroszország igényt tart. És hogy miért tart igényt, hogy egy nagyobb kontextusba helyezzük, Zbigniew Brzezinski híres Nagy Saktábla című könyvéből egy idézet, amit manapság gyakran elő szoktak venni. Ugye ez tartalmazza mindkét gondolatot. Egyrészt, hogy egy független Ukrajna veszélyt tud jelenteni Oroszország berendezkedésére, át tudja alakítani az orosz önkényuralmi rendszert, vagy legalábbis példát tud mutatni az oroszok számára, ami rendkívül aggasztó az orosz politikai vezetés számára. És a másik gyakorlatilag széles körben elfogadott geopolitikai álláspont, hogy Ukrajna nélkül Oroszország nem tud eurázsiai birodalom lenni. És ezt most itt lehet, hogy Zbigniew Brzezinskitől idézem, de lényegében a 19. században az összes nagy orosz történetíró papírra vetette ugyanezeket a gondolatokat, tehát belülről is éppen így tűnt az orosz politikai érdek. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm.